ugyanarra a sorsra születtek. Egy kapaszkodók nélküli világba, ahol reménytelennek tűnik a jövő, és már mindenki lemondott róluk. Van-e kiút? Ha igen, segíthet-e a pénz? Édesanyám, aki azóta meghalt, az emlegette mindig, hogy úgy jöttem el, mikor elindultam Pestre a középiskolába, hogy leszek én még miniszter, és keresek én még 5000 forintot havonta, ez volt a búcsú, tehát elég nagy elszántsággal érkeztem, de ez nyilván nem azt jelképezte, hogy feltétlenül ezt a két dolgot akartam elérni, de valamit el akartam érni, és azt gondolom, hogy összességében ami fontos az életben, azt el is értem, mert van egy nagyon jó családom, szeretem a feleségemet, a gyerekek, öt gyerek, nagyon rendesek. A pénzt mindig fontosnak tartottam a kis gyerekkoromban, azért, mert nem volt, és ugyanakkor láttam a fagylaltot, meg a csokit, meg mindenféle játékokat, amit szívesen megvettem volna. Ha egy ember élete szempontjából nézzük, akkor azt gondolom, hogy kell a pénz ahhoz, hogy teljes életet tudjon élni. Én nem úgy kezelem a pénzt, mint egyfajta, tudom én, hogy is fogalmazzak, ami hatalmat ad, ami fölé helyez másoknak, hanem úgy kezelem, mint egy feladatot, amit foglalkozni kell, be kell fektetni, szaporítani kell. 1982. január 1-től, amikor a gazdasági munkaközösségeket és ilyen szakcsoportokat létre lehetett hozni ugye a akkori kormány vagy rendszernek az egyik ilyen kedvezménye, hogy elinduljanak a vállalkozások, akkor én ott első között voltam, akiknek ilyen vállalkozása volt. Tehát folyamatosan sikerült bizonyos vagyont felhalmozni, és hát az első ilyen jó élmény az volt, amikor azt realizáltam, hogy most már velem bármi történik. Én, ha jó ügyesen kezelem ezt a vagyont, akkor abból meg tudok élni, és ez azért viszonylag korán, a 80-as évek közepére, vége felére már megvolt. Nagyon kevés ember van, akiben feltétel nélkül meg tudok bízni, és ezek csak kipróbált, hosszú távon kipróbált kapcsolatok lehetnek, hiszen aki az üzleti életben ennyi időt eltölt már, mint én, és ennek különböző szegmenseiben, hát annak, hogy megtapasztalta a különböző kísérleteket, hogy akarták átverni, hogy akartak a bizalmába férkőzni, és így tovább. Én azért szerencsére ezt elkerültem, mert alapvetően nem bizalmatlan vagyok, de inkább óvatos vagyok, így mondanám, ilyen gyanakvó az emberekkel kapcsolatban. Tehát hosszú idő kell ahhoz, hogy valakit közel engedjek magamhoz, és ez így volt akkor is, amikor gyerek voltam. Sok haverom volt, de igazi jó barátom, akivel elmentünk kolbászt lopni, mondjuk, olyan kevés volt, vagy cseresznyét. Tizennégy évesen én nem tudtam késhelyvillával rendesen enni. És azért ülni egy nagy asztalnál az iskolában, vagy kollégiumban, ahol ül 14-16 gyerek, és látom hirtelen mindenki késhelyvillával eszik, miközben én villával üldöztem ott a különböző falatokat, és akkor én is elkezdtem a kést használni. És hát bizony egy két-három hétig elég nehezen boldogultam, és közben nagyon szégyeltem magam, mert rájöttem, hogy ezt már nekem kellene tudnom. Az ilyen erőpróbák, meg nehézségek, azok úgy megacélozzák az embert. Sok ilyen dolog volt, amin le kellett győzni, túl kellett lépni rajta, és közben még el is kellett fogadtatnom magam abba a közösségbe, ami egy teljesen új közösség volt, és hát nyilván ezek kialakították valahogy a krízismenedzsment képességét is nálam, mert ezek azok voltak abban az időben én kis kríziseim. Soha nem tartottam annyira igazságtalannak a különbségeket,
felnőtt korban, mint amilyen igazságtalannak tartom gyerekkorban. Tehát az nincs jól elrendezve, hogy van egy gyerek, aki születik valóban, és van egy másik, aki szintén születik máshol, és az egyik éhezik, a másik meg megkap mindent, és nyaralni jár, meg külföldre jár. Szóval a két gyerek erről biztos, hogy nem tehet. Így éreztem gyerekkorban, és a szörnyű igazságtalan az, hogy például az egyik szomszédnál a kolbászok, szalámik lógtak a padláson, és hát oda engedélye vagy engedély nélkül szoktunk, vagy jártunk föl egy kis finomságot szerezni. Egyébként nálunk meg, hát amikor fizetésnap volt, akkor parizel került az asztal, és az a nagy dolog volt. Úgy láttam, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor nagyon nagy tehetségek, akik sokkal többre érdemesek, vesznek el csak azért, mert egyszerűen nem tudnak kitörni abból a környezetből, abból a kis faluból, adott esetben iskolába járást nem tudják megfizetni egy messzebb városba. És úgy gondoltam, hogy ha már én túljutottam ezeken, nem csak a saját erőfeszítésemmel, ezeken a nehézségeken, hanem nyilván szerencsével, meg segítséggel is, akkor kötelességem nekem, aki legalább ismeri, hogy milyen ez a helyzet, segíteni azokon, akik most hasonló helyzetben vannak. Csányi Sándor az ország egyik legvagyonosabb és legbefolyásosabb üzletembere, 5 éve hozta létre tehetséges, szegény gyermekeket patronáló alapítványát. Csányi Sándor az ország vezető bankjának elnöke, a legnagyobb magyar élelmiszeripari cégcsoport tulajdonosa, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke.